Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit szeretne közölni veled? Milyen hír várható tőle? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Az ő jelenlegi helyzetére itt ez a kártya utal. Itt szembenéztek egymással. Az jelenti azt, hogy érdeklődik irántad. Te is érdeklődsz iránta. Itt látható Mars és Vénusz bolygó szimbóluma, ami a szerelemre utal. Érdekes, hogy a férfias energia Mars a hölgynél látható, és a nőies energia Vénusz bolygó szimbóluma nála látható, és ez azt jelenti, hogy itt kicserélődik valami, ti tükröztök valamit, és bele kell nézni ebbe a tükörbe. Tehát nem csak az ő énje fontos számára, hanem te is fontos vagy számára. De kettőtök között megjelenik itt ez a mély árok, és ez kicsit eltávolít benneteket. Ez utal a negatív érzelmekre, a félelmekre és a bizonytalanságokra. De itt van ez a kard, és ez a kard el tudja vágni a félelmeket. Az a fontos, hogy tedd át magadat a félelmeken, és erre neki is szüksége van. A következő kártyán megtekintjük azt, hogy mi az ő gondolata, mit tervez. Itt nagyot ugrik előre. Előre mennek az események, lesz mozgás. De az is lehet, hogy kicsit meggondolatlan, hiszen látható, hogy nem ül biztosan a nyerekbe. Minden pillanatban leeshet a lóról. Itt látható a kos jegyének a szimbóluma és Mars bolygó szimbóluma, ami utal a tűz elemére, a lelkesedésre, a bátorságra, arra is, hogy itt van egy új kezdet, előre mennek az események. Itt látjuk a nyilas jegyének és Jupiter bolygónak a szimbólumát, hiszen Jupiter bolygó uralkodik a nyilas jegye felett, és az jelenthet külföldi kapcsolatokat vagy utazásokat. Előfordulhat, hogy ő tervez egy közös utat veled. És most megnézzük az ő érzelmeit. Itt látható ez a szerelmes pár kéz a kézben, itt van a nap és a hold szimbóluma, ez is utal a férfias energiára, a nőies energiára. A napnál a te énedről van szó, az ő fellépéséről van szó, és a holdnál az érzelmekről, vágyakról, az álmokról, a reményekről, és ez itt van kéz a kézben, tehát közeledtek egymáshoz. Mi az, amit közöl veled? Itt látható a bika jegyének és Vénusz bolygónak a szimbóluma, és az azt jelenteni, hogy ő szeretne egy biztos, stabil párkapcsolatot kialakítani. Viszont a másik irányban itt van a vízöntő és Uránusz bolygónak a szimbóluma, ami jelenti azt, hogy ki akar törni ebből a helyzetből, vágyik arra, hogy meglegyen a szabadság érzete, legyen egy új irány, legyenek változások. És látható a képen, hogy az egyik irányba, a másik irányba lépked előre, és mégis kell itt az egyhang. Ez azt jelenti számomra, hogy ő nem tudja, hogy mit akar. Ki akar építeni veled egy tartós párkapcsolatot, az az egyik irány. Kell neki a szabadság érzete, és nem akarja lekötni magát, ez a másik irány.
Tehát ez a beszélgetés, ez a hír téged elbizonytalanít. De van valami, amit ő szívből közölni akar veled, mert ez az igazság, de nem mondja ki, és ezt megnézzük a következő kártyán, hogy miről van szó. Ő szeretne veled egy szép, kellemes párkapcsolatba belépni. Itt látható a mérleg szimbóluma, Vénusz bolygó szimbóluma. És akar családot alapítani, egy közös otthont. Itt van a rák jegye és a hold. A kisbaba itt középen összeköt benneteket. Ez lehet család alapítás, egy gyermeknek a születése, de amit szimbolikusan ez a kisbaba még jelent, egy új kezdeted. Ő szeret téged. Ő szeretne veled egy közös otthont kialakítani, de nem beszél erről az álomról. Hogy lát téged? Itt látható egy özvegy asszony, ezt a kártyát nem szó szerint kell érteni. Itt nem halálesetről van szó, hanem szomorúságról és magányról. Ő úgy lát téged, hogy téged valami elszomorít, és egyedül érzed magad. Mit fog tenni, mi az, ami összeköt benneteket? Ő figyel rád, és úgy gondolja, hogy te benne vagy ebben az arany kalitkában. Valami fogva tart téged. Ez lehet egy párkapcsolat, ez lehet a munkád, vagy a lakhely, vagy a félelmek. Ő odafigyel rád, akkor is, ha nem közli azt, hogy mit akar, és tulajdonképpen ez a kártya jelenti az ő akaratát, hanem vár arra, hogy kiszabadulj ebből az arany kalitkából. Lehet, hogy segít neked, és kinyitja itt ezt az ajtót, hogy ki tudj lépni ebből a helyzetből, vagy át tud tenni magadat a félelmeken, ami itt ezen a kártyán is látható, ez az árok, ami lehúz a mélybe. Ezek a negatív érzelmek, a félelmek, vagy a bizonytalanságok. És ő várakozik, amíg jobban érzed magadat, és akkor lesz egy közeledés. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!